Sziasztok! Ez a Pergamenre hány szavak csatornája, és a mai videóban elhoztam a polcomon lévő legszebb borítójú könyveket. Volt már legizgalmasabb könyvcímek videó, amit meg tudtok nézni ide kattintva. Ezen kívül most érkezik a borítós videó, és még szeretnék egy fülszöveges videót, és akkor így mindenre kitértünk a könyvekkel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy első látásra, fogásra mit nézünk meg. Mert valóban én megnézem, hogy mi a cím, megnézem, milyen a borító, elolvasom a fülszöveget, és bele szoktam lapozni, és általában megnézem az első pár oldalt is, csak a végét nem. A legmérvadóbb ezek közül szerintem a borító. Lássuk be, sokszor vásárolunk úgy könyvet, hogy borító alapján vesszük meg, mert egyszerűen annyira csodaszép, hogy akármilyen is a történet, itt akarjuk tudni a polcunkon, csak hát szerintem sokkal rosszabb úgy csalódni egy könyvben, hogy gyönyörűen néz ki, és sokat várunk emiatt tőle, mint hogyha nem annyira szép, és mégis meglepően jó lesz aztán a történet. Úgyhogy kiválasztottam 25 könyvet, aminek nagyon-nagyon tetszik a borítója, és ez nagyon kevés ahhoz képest, hogy milyen szép borítójú könyvek vannak a polcomon. Nézzük ezt a 25-öt, szerintem ez is bőven sok lesz. Az egyik a Varázslók Lev Grossmantól. Én emlékszem tisztán, hogy ezt a könyvet a borítója miatt vettem meg, mert nagyon-nagyon tetszett ez a fa, hogy madárrá változik félig, és hogy ez valami nagyon varázslós dolgot vetített nekem előre, és arra gondoltam, hogy biztos, hogy nagyon jó lesz. Borítós cím alapján el tudtam képzelni, hogy miről szól ez a könyv, hát nagyot tévedtem, mert nem volt jó, és nem arról szólt. A következő a Home Mint Hamu, amiről már sokszor beszéltem nektek, hogy megfogott nagyon a borító, nagyon-nagyon menőn néz ki, nagyon jó fantasy világot vetít előre, és egyébként a borítók úgy változnak, hogy tényleg azokat az országokat fedik le, amikről éppen szó van az adott könyvben, és arra gondoltam, hogy hú, ez egy nagyon ütős fantasy történet lesz, nem volt az, és a második rész pedig totál csalódás volt. Eddig kettőből kettő csalódás. Itt van az Agate, ami szerintem egy nagyon letisztult, nagyon szép, borítójú, nagyon pici könyv, gyönyörűen néz ki. Én igazából tényleg el vagyok ájulva attól, hogy a jelenkor kiadó, a 21. század kiadó milyen gyönyörű könyveket ad ki, és a történet is tetszett, de valahogy gondoltam, hogy túl pici lesz, és még olvastam volna tovább, és egy kicsit még elmélyültem volna ebben az egészben, de ez nem volt egy csalódás. Megint egy fantasy, a Ne érincs sorozat, aminek mindegyik része ilyen gyönyörű, és be kell valljam, hogy csak azért vettem meg az első három részt, mert nagyon tetszettek ezek a szemek a borítón. Szintén nagyon ügyel a borító arra, hogy az adott könyvhöz alakítsa a szemeket, és mindegyiken egy szem van, de különböző évszakokat testesítenek meg, és ez szerintem gyönyörű. És egyébként egy nagyon kellemes kis fantasy olvasmány, tehát hogyha valami könnyűt akartok olvasni, akkor ez tökéletes. Legelső videóim között volt a Lókötők és Hazugok értékelő videó, ami egy kolorkomos kiadvány, Szöges Emese története. Ez egy magyar könyv, és egy olyan könyv, amiről valószínűleg nem hallhatatok olyan rengeteget. Szerintem ez egy nagyon jó történet volt, én nagyon-nagyon élveztem ezt a kötetet, és szerintem ez a legszebb kolorkomos kiadványunk. Tényleg letisztult, de csodálatosan szép, és pont olyan, mint a történet. A következő Oscar Wilde Dorian Gray képmása. Na most igen, és ez most már egy hatalmas beismerő videó. Ezt a könyvet is úgy választottam ki, hogy nagyon-nagyon tetszett, amikor megláttam a boltban, és arra gondoltam, hogy oké, ez egy klasszikus, azokat szeretem olvasni, próbálkozzunk meg ezzel is, és én ezt a kiadványt akarom, de most rögtön. Talán ez volt az első könyv, amihez volt ilyen beépített könyvjelzőm is. Teljesen le voltam hidalva ettől a könyvtől, és a mai napig azt mondom, hogy csodálatosan néz ki. Nem éreztem annyira ütősnek, mint amennyire azt hittem, hogy lesz, és amekkora vízhangja van ennek a klasszikusnak, de egynek jó volt. Egy időben nagyon-nagyon sokat láttam Instagramon a Kis tüzek mindenütt című könyvet, és természetesen én akkor még nem olvastam. Nekem ez egy nagyon-nagyon friss olvasás, és imádtam a történetet, nagyon nagy kedvencem lett, emellett pedig szerintem nagyon jó a borító. Az Európa kiadó is azok közé a kiadók közé tartozik, akik nagyon szép letisztult köteteket adnak ki, és szerintem ez pont elég ehhez a történethez. Kihagyhatatlan számomra a Farm, ami azért kerül ide, mert ez egy nagyon-nagyon letisztult borító, szinte semmi nincs rajta, csak ez a három méhet ábrázoló illusztráció,
és azért kerül ide, mert ez egy matt borítójú könyv. Ezek a kis illusztrációk és a szöveg is kidomorodik a borítóból, és ez nekem egy tökéletes borító. Az ilyeneket is nagyon-nagyon szeretem. Nem mindig jön be nekem a nagyon cirkalmas, nagyon csicsás borító, úgyhogy én ezeket is legszebb borítónak tartom. És ez egy nagyon különleges könyv, így hogy matt, úgyhogy ezt én nagy becsben tartom. Szintén egy nem olyan régi kötet a polcomon, Hemingway-től az öreg halász és a tenger, ami a 21. század kiadónál jelent meg ilyen csodálatos kiadásban. Ez is teljesen letisztult, semmi extra nincs rajta, csak egyetlen hal, és itt is kidomborodik Hemingway neve. Szerintem ennél szebben nem lehetne átadni Hemingway stílusát. Ez a kötet, ez a borító teljesen méltó ehhez a történethez, ami egyébként szerintem egy csodálatos történet, úgyhogy ez is egy olyan kötet, amit kívülbelül nagyon szeretek. Itt van egy kevésbé komoly kötet, a lány, aki megmenti a karácsonyt, de hozhatnám az összes részét ennek a sorozatnak, most ezt találtam meg hirtelen. Ez egy mesekönyv, és mesekönyvnek szerintem gyönyörű. Nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen csillogós, hogy többféle felület is van a borítón. Ez szerintem az, ami felkelti a gyerekek érdeklődését, és a történet belül is illusztrált és csodálatos, úgyhogy nekem ez is tipikusan a legszebb borítók közé tartozik. Megint 21. század kiadós, ez a 13 perc, amiből bár szerintem nem ez a kis zsebkönyvszerű verzió a legszebb, hanem a nagyobbik fajta, de már csak így adják ki ezt a kötetet. Nem tudom miért, kár érte, mert az kemény borítós volt, és az szerintem szebb. Ez a letisztult, de sokat mondó borító nagyon szép, és elég sejtelmes is ahhoz, hogy egy ilyen történetnek a borítója legyen, és hogy felkeltse az érdeklődésünket. Nekem a történet is nagyon tetszett, úgyhogy ez is ide tartozik. Egy kötet, ami szerintem már mindenki polcán ott van pontosan a borító miatt, ez pedig nem más, mint Colin Hoovertől a Velünk véget ér. Igen, ez is egy tipikusan csodás borító, ami egyébként elég rózsaszínes és boldognak tűnő, persze nem, mert itt eltörnek a virágok, de hogy úgy, ha csak ránéznék a boltba, akkor azt mondanám, hogy ez ilyen könyvmolyképzős, valami kis romantikus, kedves történet, közben pedig egyáltalán nem, nagyon fontos témáról szól, és egészen jól, úgyhogy én ezt is ajánlom. A megszállottja vagyok a 21. század kult könyvsorozatának, mert hát ezek ilyen egyformán gyönyörű kötetek, és mindegyik ugyanakkora, ugyanúgy kemény kötetes, és van rajta védőborító, és ilyen a hatalom is. Ami nem egy nagy extra egyébként, és matt ez a védőborítója is, de valahogy nagyon megfog, és úgy elmondja a lényeget a borító, és nagyon tetszik ez a kultkiadás egyébként mindegyik könyvüknél, és ez az egyik kedvencem közülük. Ez egy nagyon erős sztori, szóval én nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom nektek. Borító alapú vásárlás, Wandersheim kisasszony különleges gyermekei. Nagyon sejtelmes, nem tudtam mire számít, csak tudtam, hogy fantazi lesz, de annyira sötétnek tűnt és furcsának, mert mindegyik borítón valami nagyon furcsa dolog történik, itt például ugye olyan, mintha a kislány lebegne, és arra gondoltam, hogy igen, ezeket a kiadásokat én a polcomon akarom tudni, nagyon-nagyon furcsa képek vannak benne. Én végül csalódtam ebben a sorozatban, amit nagyon sajnálok, mert szívesen tudnám a polcomon a többi részt is, de felesleges, mert csak a helyet foglalja, és már most a történet egyszerűen nem olyan irányt vesz, ami engem érdekelne. Nekem még az első három rész úgy érdekes volt, meg tetszett, főleg a legelső, de most már nem olvasnám tovább ezt a sorozatot. Péterfi Novákéva Egy asszony című kötetét is idehoznám, mert van hozzá könyvjelző, a Librinek is ilyen nagyon szép letisztult kötetei vannak, és hát semmi különleges nincs ebben a könyvben, de valahogy mégis annyira ízléses, hogy már csak ezért is levenném a polcról, aztán pedig egy nagyon-nagyon erős történet árul elénk, amiért mindenképp megéri elolvasni. Nem szeretem az olyan borítókat, amin élő szereplők vannak, akár illusztrációként, az pláne nem, mert általában nem úgy néz ki, aki a borítónkban, mint a szereplőnk, de annyira nagyon a filmes borítókat sem, viszont a vörös betűkkel az egy kivétel, mert szerintem itt nagyon jól megoldották azt, hogy egyetlen női alak mindenfélét elmondjon erről a kötetről, ez szintén egy fantazi, és ez nekem egészen tetszik, de lehet, hogy megint itt a fa és madarak dolog volt az, ami nekem nagyon bejött.
Egyébként a történet is érdekes volt, Twister médiás is. Twister média is sokat ad a borítóira, amiért én sokszor választottam tőlük olvasmányt. Könyvmolképzős könyv, ez a napszemű Pippa Ken, ami szintén egy élő szereplős. De itt jól választották meg a szereplőt, illetve nagyon tetszik a szeme, ami szintén nagyon olyan, mint amit Pippának képzelek el. Úgyhogy ezt azért hoztam ide, hogyha ti szeretitek az emberek a borítón koncepciót, akkor ezeket tudnám kiemelni, mert egyébként én nagyon rühellem, de ezek még ebből a fajta borítóból a jobbik verziók szerintem. Huszti Gergely könyve a következő, a Mesteralvók hajnala, ami csillogós borító kicsit, nagyon furcsa dolgok vannak rajta, de az egész ilyen aranyozott színnel van megoldva, és ez szerintem nagyon szép. Maga a történet is ennyire különleges. Nem lesz meglepetés, hogy idehozom az egyik éhező példalát, amit éppen lekaptam, nekem ezek nagyon tetszenek. Nincsenek túl spirázva, de mindegyiken van egy-egy dolog, ami nagyon is meghatározza azt, hogy ez a könyv miről fog szólni. Itt például a 13. körzet, amit így benőnek a növények. Szerintem ezek pontosan annyit mondanak el az éhezőkről, amennyit kell, és sokszor szerintem jobb lenne egy-egy ilyen kiragadott dolog egy sorozatból, mint hogy nagyon sok mindent akarnak rázsúfolni, vagy olyan dolgot raknak rá, ami igazából nem a lényeget emeli ki. És ez szerintem nagyon jól megvalósítja ez a kiadvány. Könyvből képzős kedvenc sorozatom az Ambrózi Báró esetei, amiben a rutai gyilkosságokat hoztam, mert nekem ez az egyik kedvenc borítom a sorozatból, annyira gyönyörű szerintem a nő rajta, és mondtam, hogy nem szeretem az embereket a borítón, de ez a sorozat nem úgy hoz nőket meg férfiakat a borítóra, ahogy szerintem ízléstelen lenne, mert hogy nem úgy néznek ki, hanem próbálnak tényleg olyanokat választani, akik úgy néznek ki, és nagyon-nagyon jó, hogy ilyen korabelieket választottak, és ezzel nagyon megalapozzák a hangulatot, ami egyébként teljesen ilyen. Ez a sorozat tényleg nagyon szépen van megcsinálva, úgyhogy ennél egyáltalán nem bánom, hogy minden borítón emberi alakok vannak. Ez pedig egy külföldi üvöltőszelek kiadás, amit én azért vettem meg, mert én rettenetesen irigylem a külföldieket, hogy ilyen csodaszép, klasszikus köteteket tudnak megvenni, és bár nem tervezem elolvasni angolul az üvöltőszeleket, mert az nekem egy kicsit nehéz lenne, de úgy gondoltam, hogy kell egy ilyen verzió a polcomra, ez csak úgy emlékbe, meg hogy meglegyen. Minden klasszikust kiadnak ilyen csodaszép verzióban, nem is tudtam, hogy mit választak. Én örülnék, hogyha a klasszikusokat elkezdenék egy ilyen díszkiadásban megjelentetni, mert szerintem sokkal többen vennék klasszikusokat, mivel a régi csúnya borítós verziók azok valahogy úgy nem illenek magához a történethez, ami pedig nagyon is értékes. A Caraval az, amit mindenki fel szokott mutatni ennél a témakörnél, mert tényleg ezt a könyvet sokan azért vették meg, mert nagyon szépen néz ki, nagyon furcsa fantasy világot fest le, illetve nem csak kívül, hanem belül is ilyen a kötet. Nagyon tetszik, hogy ilyen nagy, nagyon tetszik, ahogyan fel van osztva a könyv, nagyon elegáns, és hát ezért is kezdtem el én is elolvasni. De szerintem a történet is jó, csak inkább fiataloknak való ifjúsági fantasynak mondanám. A Vendelsem kisasszonyt megmutattam, itt van a Különlegesek regélye, ami még szebb. Ez egy kis kiegészítő kötete ennek a sorozatnak, és nem volt kérdés, hogy én ezt megveszem. És belülről is csodálatosan szép, és illusztrált az egész, és annyira szeretem az ilyen könyv-könyv kialakítást, mert hogy ezek tényleg olyanok, mint a régi kötetek, a lapok is sárgábbak, aranyozottak, nagyon szép, és nekem tetszettek a benne lévő mesés történetek is. Az utolsó előtti a Narnia krónikái összes kiadás, ez a hatalmas verzió, mert szerintem ez nagyon méltó a sorozathoz. Hatalmas könyv, és én nagyon szeretem az ilyen nagy könyveket. Van benne pluszban egy Narnia térkép, én nagyon szeretem ezt a kiadást, nekem ez a kedvenc Narnia kiadásom. És galád módon utoljára hagytam a legeslegújabb könyvet a polcomon, amit még semmikor, sehol nem mutattam nektek. Ez pedig nem más, mint a Familiárisok. Ez egy kultkönyv a 21. század kiadótól, egy vadi új kultkönyv, és szerintem a legszebb kultkönyvük, tehát nekem ez a legszebb. Nagyon sok szép könyvük van, de nekem ez az első helyzet, és egyébként az egész listában most számomra ez az első helyzet. Nagyon részletes, de közben pedig minden részlet fontos benne. Szerintem ez nagyon-nagyon jól van kitalálva ez a borító, és maga a könyv is belülről is tetszik.
Nekem a történet is csillagos ötös volt, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy nem okozott csalódást, mert nagyon féltem, hogy megveszem a borító miatt, és aztán a történet egy gagyi valami lesz. Nekem nem volt gagyi valami, nem volt egy nagyon megerőltető olvasás, de öt csillagos. Ezek voltak tehát a legszebb borítós köteteim így első körben. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Sziasztok!